Szeretettel köszöntöm nézőinket. Városunkban évek óta sikeresen működik a Soproni Polgárőr Egyesület, és természetesen nyáron sincs pihenés. Ebből az alkalomból, illetve abból, hogy június 27-e országos polgárőr nap, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Víg József Attila elnököt. Tiszteletem, és mivel régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk. Nagy szeretettel köszöntelek. Tisztelettel köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, és köszönöm a meghívást. Itt beszélgettünk a stúdió felvétel előtt arról, hogy immáron 28 éve működik Sopronban is az Egyesület, és én azt gondolom, hogy a polgárőrök nagyon sokat tesznek a közérdekében. Kicsit kanyarodjunk vissza, hogy hogy kezdődött egyáltalán Magyarországon, és itt Sopronban a polgárőrök története. Igen, hát röviden próbálok egy visszatekintést, már a 28 évről is, meg a kicsivel több országos polgári szövetség is órákig lehetne beszélni, de nem ez a cél. A rendszerváltás után villámgyorsan derült ki, hogy ugye elbizonytalanodtak a rendvédelmi szervezetek hovatartozása egyebek, és a lakosság elsődlegesen a keleti, illetve a délkeleti ország részben szembesült azzal, hogy a bűnözők azonnal éberek voltak, mint a kis cserkész, és elkezdtek a zavarosba halászni. A lakosság meg fölmérte azt, hogy vagy megpróbál önmagán segíteni, vagy nem segít rajta senki. És így jöttek létre különböző önvédelmi szervezetek, városőrség, faliőrség, stb. 1991-ben ezeknek az önvédelmi szerveződéseknek állt az élére dr. Kopácsi Sándor, aki visszatért Kanadából, ő volt 1956-ban budapesti rendőrfőkapitány, kellő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezve az ilyen civil szerveződésekben is létrehozta az Országos Polgárőr Szövetséget. Az Országos Polgárőr Szövetséghez 1995-ben csatlakozott a Soproni Polgárőr Egyesület is megalakulását követően azonnal. Akkor az első pillanatban nálunk is az akkori városvezetés úgy megütközve nézte és kérdezte, amikor megkerestem őket, hogy hát mit akarunk mi itt, hisz Sopron a nyugalom, a béke szigete. Nem azért, mert jós vagyok, csak mondtam, hogy ami késik, az eljön, úgyhogy ma még lehet, hogy így van, később nem biztos, hogy így lesz. Hát az idő igazolta. Azóta gyakorlatilag 1995-ben mi visszatértünk a gyökerekhez, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, de Magyarországon 1532-ben Sopron városában volt először polgárőrség. Aztán 1995-ben újraindítottuk. Az élet igazolta, hogy gyakorlatilag azóta már polgárőr törvény is az összes civil szerveződés közül az Országos Polgárőr Szövetség alá tömörülő polgárőr szervezetek polgárőreit, illetve szervezeteit, melyek ugyan önálló jogi személyek külön-külön, tehát nincs parancsuralmi rendszer, mint általában rendvédelmi szerveknél vagy bárhol, de egyetlen stratégiai partnerként rendelte a hivatásos rendvédelmi szervek mellé. Enélkül ezt már az országos rendőrfőkapitányságtól kezdve a helyi vezetők, mindenki, a teljes rendőrségi állomány, illetve a hivatásos rendvédelmi szervek teljes állománya belügyminiszterrel az élen elismerik, hogy a polgárőrség nélkül gyakorlatilag nem biztos, hogy annyira tudnának urai lenni a helyzetnek, mint amennyire azok. Én is azt gondolom, hogy a polgárőröknek a, hogy mondjam, rangja az folyamatosan erősödött az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy egyre többen becsülik meg, és fejezik ki köszönetüket, hogy léteznek a polgárőrök. Sopronban is egyébként, vagy a Soproni Polgárőr Egyesület is kimagaslóan teljesít, ugye, az országban? Hát igen, mi gyakorlatilag az elmúlt 28 évben nagyon sok olyan dologba voltunk kezdeményezők, illetve alapító szervezetek, amik meghatározóak az egész polgárőrség, a polgárőr világ életében. Csak úgy példaként mondom, hogy például a Soproni Polgárőrségnek volt először a gépjármű felderítő rendszert, akkor még úgy hívták, hogy Matrix nevű műszere, ami gyakorlatilag még az akkori határkilépőnél is üzemelt, illetve működött, és ez arra volt képes, nyilván annak most is van már modernebb, és követve az idők szavát, meg lehetőségeit változata, ami szintén van, most vásároltunk közel 1 millió forintért a legmodernebb technikát, ami most már éjjel is képes a gépjárművek felismerésére. Gyakorlatilag
az is, aztán nekünk volt például az országban elsőként saját színjátszó csoportunk, ami az élet, családi drogfogyasztás, italozás, családon belüli erőszak, tehát ezeket a témaköröket dolgozta fel, és utána az előadók fiatal színészek voltak, akik utána fórumon a nézőkkel megvitathatták az érdeklődéseik szerinti kérdéseket. De folytathatnám sok minden mással. Tehát nagyon sok szegmensében ott vagyunk a polgárőrségnek, aminek eredményeként az ország egyik legismertebb és legelfogadottabb példaértékű szervezetévé vált a Soproni Polgárőrség. Például nekünk volt az országban másodikként Kopácsi Sándor díjas egyesületünk, ami gyakorlatilag a legmagasabb polgárőr kitüntetés. Ez igen. És itt a nyár, ilyenkor sincsen pihenés, Sopron rendezvényváros, jó sok eseményt és rendezvényt kell biztosítaniuk a polgárőröknek. Hogy néz ki nagyjából a nyár? Igen, hát gyakorlatilag a kezdetéhez képest azóta az önkormányzat maximálisan értékeli és lehetőségéhez mérten támogatja is a polgárőrség munkáját. Úgy az önkormányzat, mint a rendőrség részéről ma már elképzelhetetlen városban olyan rendezvény, amin a polgárőrök nem segítenek be, sőt, gyakorlatilag elmondhatjuk. Tehát általánosságban éves szinten olyan 50 körüli szabadtéri rendezvény van a városban. Miután ugye a polgárőrség az az adott település közrend közbiztonsága érdekében a közterületeken végzi a tevékenységét, tehát nem őrzővédő Kft., nem magán szervezet, hanem erre frekventálja a tevékenységi körét. Gyakorlatilag rengeteg olyan rendezvény van most már, amit már a rendőrségtől függetlenül kizárólagosan mi biztosítunk, vagy csak közreműködik szinte a rendőrség, és a résztvevő létszám 80%-át a polgárőrök adják. De az egész éves tevékenységünknek nyugodtan mondhatom, hogy körülbelül a 80%-át azt a rendőrséggel abszolút összehangolt közös szolgálatokban látjuk el, közrend, közbiztonság, közlekedésrendészet és egyéb szükség szerinti területeken, természetesen naponta összehangolva az aktuális feladatokat. A lakosságtól is egyre pozitívabbak a visszajelzések, hisz látják, hogy a polgárőrök nélkül nagyon sok minden. A Covid idejében például rendszeresen ott voltunk, hordtuk a mentősöket a határkilépőre, úgyhogy mindenhol részt veszünk, ahol úgy tűnik, hogy segítség kell. Nyáron milyen veszélyekre hívnál fel a figyelmet? Hát általánosan hívnám fel arra a figyelmet, hogy sajnálatos módon a közlekedési morál óriási zuhant országos szinten is, és Sopron városában is érzékelhető. Ugye korábban átlagosan megszokott mondjuk 60-65 ezer fős lélekszámmal életvitelszerűen itt tartókozó emberek számához képest jelentősen megnőtt a város tényleges terheltsége. Na most ugye Sopron a földrajzi adottságaiból az olyan, mint egy pohár, hogy bármennyi vizet lehet tölteni a pohárba, de egy idő után, ha megtelt, akkor kifolyik. Most ez a túltelítettsége a városnak, már életvitelszerűen itt létben való túltelítettsége, az megmutatkozik a gépjármű parkban is. Többszörösére nőtt a város közterületein, közútjain lévő gépjármű park. Ennek kapcsán a gépjárművezetők morálja, ahelyett, hogy jobban odafigyelnének egymásra, a lakosságra, egyebekre, úgy kicsit kezd elszabadulni, tehát én erre azért nagyon felhívnám a figyelmet. Balesetektől kezdve figyelme az, hogy valaki például egy körforgalomból, ő tudja, hogy már akar menni, de véletlenül se indexel, vagy véletlenszerűen indexel, vagy megy az úton és bekanyarodik, szóval, vagy felelőtlenül előz, nem kell ezt ragozni, aztán mindenki ismeri, aki közlekedik, hogy hogy áll ez az élet. Sopronban ez azért országúton is bonyolult, egy ilyen szűk utcákkal, egyebekkel rendelkező városban ez duplán több figyelmet érdemelne. Igen, fontos a fegyelem az utakon, illetve hogy betartsuk a szabályokat, és azért néha a másikat is nézzük, ne csak magunkat. Én ezt talán az élet más területein is ez meghatározó, hogy általában magát nézi az ember, nem hát a igen. Másikat. Kicsit együttműködőbbnek kellene lenni az utakon is. Még azt áruld el, hogy milyen terveitek vannak erre az évre? Hát
nekünk mindig vannak terveink. Ugye az eszközállományunkat az elmúlt egy-két évben sikerült olyan szintre hozni, hogy gyakorlatilag vadonatúj gépjármű pályázati pénzzel nyertük az országgyűlési képviselőink segítségével, aztán van az egyesületnek gyakorlatilag 4 nagy teljesítményű motorkerékpárja, 2 Honda, 2 Yamaha. Amit még szeretnénk, tehát ilyen szempontból a technikai fejlesztés, majdnem toppon van, egy dolog hiányzik, mondjuk egy drón, ami eltűnt személyek, vagy esetleg migrációs tevékenység, vagy túlterhelés esetén is nagy segítség lehetne, de hát ennek a nagyságrendje az olyan 3 millió forintos körüli. Köszönöm, hogy említetted, még arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy migránsokkal kapcsolatban volt bármilyen munka, mert azért én azt gondolom, voltak. Hogy mondjuk ki, hogy azért voltak itt is migránsok, nem voltak sok, de... Toppon is voltak a polgárőreink, rá is léptek a témára, jelezték a rendőrség felé. Tehát a rendőrséggel annyira napra kész a tevékenységünk, hogy bár nem unatkoznak a városrendőrei, sőt, nagyon túlterheltek, de lehet, hogy nem minden esetben jutnak ki azonnal, hogyha valahova rendőri segítséget kérnek, de természetesen a mi kapcsolatunk velük az egy egészen más szegmens, hisz ugye, mint ahogy említettem, ugye a törvény írja elő, hogy kizárólagos stratégiai partner a polgárőrség. Most a rendőröket abszolút tisztában vannak, hisz a mindennapi életük szerves részei vagyunk, tehát hogyha a polgárőr szól be a rendőrségre, az ügyeletre, vagy bárhova, hogy ide és ide segítséget kér, akkor perceken belül ott van a rendőrség, és a szükséges intézkedéseket megteszi, hisz mi is csak segíteni tudunk, de intézkedési jogkörük a rendőröknek van. Víg József Attilának, a Soproni Polgárőr Egyesület elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget, és minden soproni szeretettel várunk sorainkba. Bár a polgárőrség nem egy jól fizető állás, de úgy gondolom, hogy ennél lokálpatriótább tevékenység nem szükséges, és nem is létezik. Köszönöm a tévénézők figyelmét, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!